Ez a felvonó 1989-ben lett üzembe helyezve, tehát 30 éves. Ez a hajtómű, ez azóta működött. Bármennyire is nehézséget okoz majd az elkövetkezendő 2 hónapban a munkaszervezés, a kórház szülészeti osztályán a lift felújítása nem várhatott tovább magára, mondta Németh Csaba, az intézmény főigazgatója. 54 lépcsőn kell a betegeket, és az ellátáshoz szükséges minden anyagot mozgatni ahhoz, hogy tudjon működni a szülészeti osztály. Ez lift nélkül, egy megbízható lift nélkül igen-igen akadozó. Most ezt a 2 hónapot kell ahhoz kibírnunk és átvészelnünk, hogy a jövőben egy megbízható működést tudjunk produkálni. A felújítás során egy a mainál sokkal modernebb, a kor igényeinek és a betegellátás biztonságának megfelelő berendezés áll majd szolgálatba. A JATE pályázatnak köszönhetően a felvonó teljesen végül is ki lesz cserélve. A hajtómű, a vezérlés, a fülke, az összes aknahajtó, tehát egy magyarán egy új felvonónk lesz. És hát ami lényeges még, hogy korszerű vezérléssel. A lift felújítás az első lépése a szülészeti osztály tervezett korszerűsítésének, mondta Németh Csaba. Várhatóan a késő őszi hónapokban elkezdődik a családbarát szülészet pályázat finanszírozásával egy teljes szint rekonstrukciója is, megközelítően 110 millió forintból. A liftcsere a Paksi Atomerő Műjövőnk Energia pályázatából, míg a szülészet korszerűsítése a kormányzat támogatásából valósulhat meg.